Hello, hello, sziasztok! Amit főzök ma sorozatomban, tepsiben sült székelykáposztát készítettem. Az ötletet a Facebook csoportomban találtam, valaki egy olyan videót rakott föl, ahol savanyú káposztát valaki berakott a tepsibe, hát teljesen jó. Nekem ezt ki kell próbálni, úgyhogy most egy egyszerű székelykáposztát készítettem, jó gazdagon hússal, jó gazdagon szalonnával, próbáltam ügyelni a zsír, fehérje és szénhidrát arányra, nagyon jó lett különben. Annyi, hogy most nem raktam rá tejfölt, mert ezen a héten most tejtermék nélkül vagyok, de nyugodtan rakhatsz rá, ha te úgy szereted, én is fogok legközelebb, úgyhogy nézzük, mit csináltam, szerintem isteni alkottam. Puszi! Kezdjük a főzést a zsírral! Hagyma, fokhagyma, vegyesen, szalonna, és a sertéshúsi. Csak addig főzzük, amíg kicsit megfehéredik. Amíg a húsom egy kicsit sül, addig a savanyú káposztát előkészítjük. Teszek most bele egy kis kasmíri csili pelyheket, hadd csípjem, egy pici piros paprikát, ennyi, nem is sokat, és egy kis olívaolajat. Összekeverjük. Kezünkkel egyszerűbb lesz. És ami nekem a savanyú káposztában nem hiányozhat, az a borsikafű. Úgyhogy egy pici borsikafű. Én nagyon szeretem benne. Ha a hús kész, összeborítjuk és megy a sütőbe. Jó is, sőt, ez jó, teszem a káposztába. Hát íme a húsikám szalonnástól. Hát, ne vacakoljunk, borítsuk. Hűha, gőzölög, üstöl, el ne tűnjön az élesség a párába. Összekeverjük. Szép kis tepsi, és beleborítjuk. Alufóliával letakarom, egy órát sütöm így alufóliával, utána csak összepirítjuk. Sütés van! Na, eltelt egy óra lefedve, megnézzük, mi van ide bent. Gőz, azt már látom. Wow. Na, ezt most még visszarakom, hogy megpirítsuk, aztán szuper kajánk lesz. Voilà! Hát kész van! A székely káposztám sütve, tejfölök nélkül, egy icike-picikét megkapta a tetejét, de nem baj, nagyon finom, én így szeretem. Na, tálalom lassan. Íme egy hatalmas tányér. Ez jó nagy adag, de most napi egyszer eszem, és nincs rajta semmilyen tejtermék, tehát tejfölt sem használok most, most így eszem. Te nyugodtan rakhatsz rá tejfölt, hiszen ez egy káposzta, az pont jó neki, de én most így eszem. Töpörtyű a tetején, hogy a kellő zsír-fehérje arány is meglegyen. Hát jó étvágyat! Isteni!